Zarándok, sportember, a szinkronúszók elnöke, szingli. A fővárosi szocialisták erős embere, a párt fiatal reménysége. Ő Hagyó Miklós. Ilyennek látták egészen néhány héttel ezelőttig. Azóta az embereit őrizetbe vették a BKV botrány miatt. Az egykori kedves kollégák közül állítólag többen ellene vallottak. De mögötte állnak-e a jó barátok, akik még sikeres politikusként vele együtt mosolyogtak a kameráknak? Moskovics Judit vette elő a fotóalbumot. Alig lépett vissza Hagyó Miklós, mint egyéni képviselőjelölt múlt hét kedden. Másnap arról írt az egyik bulvárlap, hogy Jászberényben édesapja, idősebb Hagyó Miklós, már árulja is a Hagyó birtokot. Sőt, a helyi szinten szintén képviselő Hagyó bácsi a hír szerint két képviselőtársát bízta meg az értékesítéssel. De vajon tényleg ez történt? A képviselőtársam annyit mondott, hogy Miklós bácsi mondta neki, hogy akarsz-e disznót vágni, Laci, mert van mangalicám eladó. Erre a képviselőtársam mondta neki, hogy hát nem igazán, mivel hétvégén megyek vadászni, és lövök én magamnak vaddisznót. És annyit mondott még Miklós bácsi neki, hogy ha esetleg tudsz valakit, aki szeretne disznót vágni, mangalica disznón van, egy pár darab eladó, ajánljad. Hát így lett az eladó disznókból eladó birtok. Elég csak egy jó akaratú Jászberényi jól értesült. Idősebb Hagyó Miklós nem akart kamerán kell állni. Telefonon annyit mondott csupán, hogy semmi nem eladó, egyébként megkeressük a fiát, ha bármire kíváncsiak vagyunk. Az ifjabb Hagyó Miklós viszont csak üzent. Jelenleg nem akar szerepelni és interjút adni senkinek semmiről. Nem volt ez mindig így. Sőt, Hagyó Miklós azon kevés politikusok közé tartozott, aki sosem fordított hátat egyetlen kamerának sem. Miután kinevezték főpolgármester helyettesnek, az ATV szórakoztató celeb műsorába is elment, ahol új feladatköréről is beszélt. Most jól érzem magam, hiszen kaptam egy nagy lehetőséget, és próbálok vele élni. Hagyó Miklós tényleg jól érezte magát, és ebből soha nem is csinált titkot. Legfőbb hobbija a természetjárás. Kirándulásait barátai minden útján igyekeztek dokumentálni. Több száz ilyen kis videó található a neten, Hagyó Miklós egyik oldalán, a Szent István túra című oldalon. Hagyó Miklós izzadtan sem küld el az operatőrt. Életet ment, miután egyik túratársát megcsípte egy darázs. Lábat hűsít a patakban, és interjút ad egy szintén vele túrázó riporterlánynak. A média szociológus szerint Hagyó Miklós remek érzékkel használja a médiát. Ő már a modern kor gyermeke, aki rájött, hogy az emberek figyelméért küzdeni kell. Ma már nem magától értetődő, hogy egy politikusra odafigyelnek. Tenni kell érte. Érdekes módon nekem nagyon sokszor Tornyány József jutott az eszembe egyébként erről a produkcióról, amit itt lehet látni, mert azt hiszem, hogy a magyar politikában a Tordján József vezette be azt a gyakorlatilag ilyen kommunikációs őstehetségnekből származó gyakorlatot, hogy gyakorlatilag képes volt bármilyen kulturális határt átlépni az ő produkciói során. Az sem mindegy persze, hogy az ember kikkel érzi jól magát az erdőben. Hagyó Miklós is, mint bármelyikünk, a barátait hívta magával, szinte az összeset. Túrázott Csíkszeredán, ahol Fási Ádámmal, a mulattatók királyával együtt énekelték a Székely himnuszt a színpadon. Ment vele Csapó Gábor olimpiai bajnok, de egyszer vele tartotta a felügyelete alá tartozó BKV két vezetője, Antal Attila vezérigazgató és Balogh Zsolt a helyettese is. Talán véletlenül ők is imádták a teljesítménytúrákat. Ez lényegében összefügg a magával, a celeb kultúrával. Tehát ugye látjuk azt, hogy mit tudom én, elkezdünk egy tévésor, amiben két celeb összetalálkozik, akkor elkezdenek ölelkezni, puszi, ugye? Tehát, mintha gyerekkoruk óta, nem tudom, egy játszótéren lettek volna. Tehát ez a kultúra úgymond kötelezőnek tartja a közvetlenséget, az, hogy mindenki mindenkivel tegeződik, mindenki mindenkivel állati jóba van, mindenki mindenkivel puszipajtás. Hölgyeim és uraim, Hagyó Miklós. Smuk Andor szintén a barátjának tartja Hagyó Miklóst. Tavaly nyáron ki is tüntette a Szépkorúak nevében, miután a főpolgármester helyettes stábját Smuk baráti köréből verbúválták. Mit fog mondani édesapám? Ő az idén lesz 70 éves, ő egy kemény kötésű jászember. Higgyék el, én csak tudom, hiszen, hogy ő szokta mondani, amíg embert faragott belőlem, jó pár nadrág szíjat felpróbált rám.
A celeb az az ember, akinek a neve mellé már nem rakjuk ki a foglalkozását. És ő azt hiszem, hogy a Hagyó Miklós nagyon jó, és nagyon sok lépést tett azért, hogy ő egy, hogy úgy mondjam, önáll saját maga okán egy önjáró, immár média vízióként bukdácsoljon az egyik tévéműsorból a másikba, jellemzően mint egy túrázó ember. Hagyó Miklós Budapest főpolgármester helyettese zarándoklatra indult. Hagyó Miklós egyébként egy híres spanyol zarándokúton az El Caminón is végiggyalogolt, és azt sem titkolta, hogy egy magányos vándor egy ilyen zarándokúton az egész életét végig gondolja, még akkor is, ha mindez annyira megviseli, hogy könnyek nélkül alig ha lehet róla beszélni. A végén, amikor megérkezik az ember Santiago-ba, akkor van egy zarándok hagyomány. Katedrálisban, ha jól emlékszem, három stációt kell végigjárni, és ott a zarándokok elmondhatják a kívánságukat. Mint említettem, magamért csináltam, és amit kértem, az is családom magam. Szépül Budapest, örülj nehéz tíz. A hangulatot oldandó számot egyébként külön a szingli Hagyó Miklósról írta a dalnok. Ellenzék most hagyjon békén, fáradt vagyok, most jártam a világ végén. Bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon tehetséges produkció, amit itt lehet látni, hiszen valaki nagyon jól használja a mainstream médiát, a nem annyira mainstream médiát, olyan, mint egy ilyen jókedvű puncsfagyi, nem? Tehát itt szaladgál föl, az a jó, nem. Csak, hogy mondjam, nekem ezért tényleg abszolút semmi bajom lenne, csak ne közpénzből csinálná ezt az egész izét, szóval. Nincs karikás ostorom, nem vagyok buszvezető, és nem vagyok hokisztár. Budapest mellett saját készítésű videóval is hitettett. Te Mikulásnak is beöltözött, még ha beszédét nem is a gyerekeknek szánta. Annak, aki nem csak magával törődik, aki odafigyel másokra is, segíti a lemaradókat, aki nem törődik azzal, hogy esetenként igaztalanul kritizálják, akkor is teszi a dolgát, jót és jól cselekszik, annak nem kell félni. Azért vannak a jó barátok. Hagyó Miklós híres barátait mi is megkerestük, hogy beszéljenek a barátságukról. De Fási Ádám lemondta a már megbeszélt interjút. Csapó Gábor vissza sem jelentkezett, Smuk Andor pedig csak az élő műsorokat szereti, mondta. Amióta a BKV volt vezetői állítólag terhelő vallomást tettek rá a rendőrségen, a volt főpolgármester helyettes valahogy nem olyan népszerű.